Szia, köszöntök mindenkit a csatornán, én Dezső vagyok. Most egy unboxing videóval szeretnék nektek kedveskedni, méghozzá egy újdonsággal. Ugyanis egy hete, 19-én elindult egy új autós sorozat, az Autó Legendák nevű újság sorozat lesz ez, ami ahogy elnézem nagyban hasonlít a kultikus autók sorozatra, miért is, mert ugye itt is 1.60-as mérzelenyű autókkal jelennek meg ezek a sorozatok. A legelső példányszámot sikerült is ma megvennem. Hát ugye ma, ahogy mentem, ebédért éppen útba esett az újságos, és hát gondoltam, körülnézek. Eredetileg úgy terveztem, hogy holnap veszem meg, de mivel ez volt az egyedüli, ezért úgy döntöttem, hogy inkább ma veszem meg, és ma el is készítem róla a videót. És ahogy mondott, hogy a kultikus autók sorozatra hasonlít nagyjából, vagyis hát ugye erre erre még talán emlékezhettek is, ez 2018. augusztus is 2020. februárja között volt ez a sorozat. Hát eredetileg 50 számból állt volna, de végül is csak 40-ig jutottak el, mert eléggé túl volt árazva. Na de most igazából nézzük is meg, hogy igazából mit is sikerült vennem, ugye 490 forintért, hát ugye a legelső szám az ezért ilyen olcsó, hogy egy ilyen kedv csináló legyen igazából. Úgyhogy nézzük. Na akkor itt is látható maga az autó az újsággal együtt még ugye becsomagolva, ugye ezért unboxing. Meg ugye a kartonap is itt látható hátul, ugye mivel ez az első szám, és ugye ezért is látható, hogy ez csak 490 forint. Azt még elfejtettem nektek megemlíteni, hogy hogyan is figyeltem fel erre a sorozatra, mert egyrészt ugye Youtube-on is van róla egy pár videó, megmondom őszintén azokat nem néztem meg, mert pont, hogy előtte volna a point, hogy hogy nézett volna ki, úgyhogy ezért is ezt nem tettem meg. Másrészt pedig a Facebookon figyeltem fel erre, hogy hirdették a, az új sorozat érkezését. A, hát ugye annak ellenére, hogy igazából a Facebook tele van, a, sőt igazából az egész internet tele van az orosz-ukrán háború közvetítésével, illetve posztjaival. Nem szeretnék igazából belemenni, én csak annyit mondok, hogy ez a háború nagyon értelmetlen, és én a legjobban a civileket sajnálom, akiknek el kell menekülniük emiatt az országukból. De különösebben nem szeretnék belemenni, én csak két dologban reménykedek, az, hogy minket nem fog elérni, de nem valószínű, másrészt pedig az, hogy minél hamarabb véget fog élni ez a szörnyű háborús időszak, mert én amúgy bevallom őszintén, hogy nagyon háború ellenes ember vagyok, tehát gyűlölöm az erőszakot. Az, hogy megnézek például egy Bud Spencer filmet, az más azon lehet szórakozni, de ez már egyáltalán nem az, is reméljük azt, hogy minél hamarabb véget ér ez a szörnyűség igazából csak ennyit akartam ezzel kapcsolatban elmondani, úgyhogy igazából nézzük is meg akkor meg a, az újságot. Hát ugye itt ugye a kartónapon is ugye fel van tüntetve, hogy autó legendák és ugye maga az újság, és ugye maga az autó a dobozban, erre majd később ki fogok térni, az Autobuy Magyarország adta ki, és ugye itt látható a weboldal, és még itt is fel van tüntetve a kiadónak a neve. És nézzük meg akkor ennek a kartonnak a hátulját. Ugye autó legendák, hivatalos modellautók egyedülálló gyűjteménye, ismer meg a nagyhatású korszak alkotó autók, felejthetetlen klasszikusoktól a legújabb modellekig. Na no, és akkor itt látható egy ilyen gyűjtői doboz, ami hát leginkább ugye arra kis polcra emlékeztet, ami ugye még a kultikus autók sorozatban jelent meg, csak nem így helyezték rá az autókat, hanem, tehát nem így befelé, hanem igazából oldalról lehetett látni, nem a tetejüket, nagy nehezen sikerült kimondani. Ugye 1.60-as méretarány, és már itt legkésőbb leesik a tantusz, hogy ezek 1.60-as méretarányú autók, igazából nagy esélyt látok arra, hogy ez egy kultikus autók sorozat új köntösben. Az újság belsejéről is láthatunk valamit, meg kettő újságot. Amikor én ezt először megláttam, én nagyon kiégtem. Trabant 301. Lehet, hogy én vagyok egy nagyon korlátolt tudású ember, meg elmaradott gondolkodású, de én nem tudok arról, hogy létezne Trabant 301-es típusú gépkocsi és mindezt tetéző, hogy ez egy 601-es, amit itt látunk. Bárki bármit mond, ez egy 601-es, úgyhogy ez egy nagyon komoly nyomdahiba. Én nagyon remélem, hogyha meg fog jelenni maga az újság, akkor nem a 301-es fog szerepelni, hanem a 601-es, mint ahogy az illik. Na mindegy, tegyük túl rajta magunkat. És akkor itt egy kis szöveg. Az autók világának emblematikus modelljei hivatalos másolatban. Miniatűr másolatok minden apró részete, ezt majd megnézzük a kocsin. Minden számhoz magazin nagyszerű képekkel, fotókkal és infogra infografikákkal az egyes modellekről, történetük és dizájnjuk bemutatásával. Megnézzük az újságot. És ami viszont érdekes, hogy a sorozat második és 18. részéhez egy-egy ingyenes gyűjtői doboz csomagolunk, amely 20 automodell elhelyezésére alkalmas. Ez már azért érdekes, mert az ilyen gyűjtői dobozokat, vagy most a régi tökéletes autói sorozatnál igazából a vitrin is előfizetéshez volt kötve, hogy csak úgy lehetett hozzájutni a vitrinekhez, meg ha jól tudom, a kultikus autós sorozatnál is ez így volt. Úgy látszik, ez e, itt ennél nem így van. A második az már 1490, a Volkswagen Bogár, az a kékszínű Velli Bogár, ami nekem is megvan is egyszer, egy összehasonlításban meg is mutattam. Még talán azt nem említettem, hogyha említettem, akkor, ezt, akkor még egyszer elmondom maximum, hogy e, a, ez a új köntösféle megoldás szerintem nem új keletű, mert ugye aki már régóta gyűjti az autókat, azt tudhatja, hogy a régi idők legendás autósorozat az volt, a a retro autók a keleti blogból nevű sorozat újra tekintető ugyanazok a modellek, ugyanaz a leírás, ugyanazok a képek, stb. 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 Maximum annyi, hogy vannak részletesebb bemutatók, ugye több fotóval, meg ugye ugyan, ott is van ugyanúgy illusztráció, ugye egy picit bővítették azért. Ami nekem most így feltűnt ezzel kapcsolatban, hogy maga az újság az egyrészt nagyobb, mint a kultikus autósorozatnál. Erre most nagyon kíváncsi vagyok, mert ezt az autót tudom milyen, mert ez már megvan. Eredetesen ebben a pirosban, mely hát kb. 5,5 éve vettem Lengyelországban. Ö, úgyhogy ezt nagyjából be tudom satszolni, hogy milyen Na, viszont az újság az engem, nagyon érdekel a másik, ami nekem egy nagyon jó pont a fóliázás ugye ez a vákumos fólia csomagolás ez, ez sokkal jobb mint az a borzalmas csomagolás, mint ami volt a kultikus autók sorozat, ö, sorozatban nem tudom mennyire emlékeztek rá, de az valami síralmas volt tehát nem is volt levákumozva és engem igazából nem is tudom, hogy milyen hasonlítsam, mint például azokra a fóliákra, ami kis olyan, mint a nejnozacskó, csak durvább is zajosabb, mint például amikor a előre összekészített gyümölcsöt vagy zöldséget megveszed mondjuk a spárban, e, vagy e, nem is tudom, hogy mihez hasonlítsam, e, vagy amikben a tészták vannak például, a, amiket meg kell főzni, e, na a, na azok is ilyen csomagolásban voltak, és nem is volt levákumozva, hanem lötyögött össze-vissza, és a rögzítését úgy oldották meg, hogy puty egy ragasztó, és akkor meg is van a rögzítés, és ugyanígy az autót is így rögzítették. Tehát ez egy nagy előrelépés, ez a vákumos megoldás. Úgyhogy most ezt szépen szét is szedem. Itt fel is vágjuk. Elég egyszerű szétszedni a fóliát szerencsére. Aha, itt fel van ragasztva ezzel a ragasztóval. Na, ilyen ragasztó pöttyöket használtak. Jó, akkor mást a kartonon nem is kell bemutatni, úgyhogy ezt el is lehet innen tüntetni. Hoppá, itt más is van. Na mindegy, a ö, kartont azt szépen arrébb tesszük. Ö, ó, itt más is van. Na ezt akkor most az újságot ennyivel félre. Itt van egy szórólap, autó legendák. Itt ugye ugyanez, mint a kartonon. A ház pedig a, az előfizetés. És már megint, hát beszarok, hogy megint a 301-es. Mondom, nagyon remélem, hogy nem ez a baromság lesz felírva, mert én akkor a falba fogom vágni a koponyámat. Én erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor így mi lesz. Itt ugye az előfizetői lap uh, látható. Én mondom, én nagyon remélem, hogy nem ez fog szerepelni, mert akkor én tényleg nem fogom magam bőgni. És uh, igazából, hogy fizess elő minden, uh, uh, és hogy meg annyi előnyben részesülhet, hogy 200 forint a olcsóbb, uh, uh, mint az újságosnál, 100 forint kedvezmény, amit nem sárga fizetem, 14 napon belül kell fizetni, stb. 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 Hát én nem tervezek előfizetni, mert nem kell mindegyik autó. Úgyhogy igazából erről ennyit. Nézzük meg, hogy ez a cucc mit ír itt. Oké, okay, ez csak szemét. Na, ez mit ír? Aha, Autolegendák, tegnap és ma emblematikus modellét, egy. Elég éröm, sok autót fel, látok felsorakoztatva, hát több, jó pár között megvan ugye ez, ez lesz az alanyunk, ez a bogár is megvan, csak kékben, ez a Merci ebben a feketében megvan, a Mini Cooper, a Kacsa, a Caprice, itt se dolgozták is, itt is azokat a hatalmas nagy bumszli, bumfordi kerekeket alkalmazták, Ford Focus ST, az azt hiszem nem volt, ötös golf, az mióta ikonikus, mindegy. Na itt nézzük, tehát autó, tehát autólegendák, könyvek és miniatűr egyedi gyűjteménye, melyből fogalmat alkothatsz arra, hogy milyen típusok határozták meg az autósok generációjának az életét, illetve családok és országutakon sokan utazók minden napét. És megint ez a baromság van itt, herótom lesz ettől, az autók világának emblematikus múlói. Aha, tehát igazából ugyanaz van leírva, csak itt már igazából ugyanaz a kép szerepe, mint a karton, csak más a háttér, meg hogy itt is ugyanúgy ott van ez a gyűjtő szerintem megveszem. Aha, Cooper. Hát akkor ugye tanulmányhoz kedved az autózás történetének. Tehát igazából ez egy ilyen hirdetmény igazából, hát gyakorlatilag ez az. Minden egyes könyv, aha, itt megmutatja ezt a hogy hogy néz ki maga az újság. Ha itt belülről nagyjából... Na remélem, hogy itt nem 301-et fognak írni, mert akkor tényleg agyvérzést fogok kapni. Ha bocs, hogy ennyi emlegetem, de az valami botrányos. Szépen le, le van írva, történet és kronológia, dizájn és egyek aha. Tehát így, igaz tehát ez nagyjából ugyanaz lesz, mint a kultikus autóknál, mert ennél is van dizájn és stílushegyek, meg van ez az ezen kívül kategória. Pont az ilyen csapongást, meg mellébeszélést kritizáltam némileg onnan, amikor készítettem egy, készítettem egy vélemény videót a sorozatról, és ugye itt a második szám. Ezt lehet, hogy be fogom szerezni, mert erre a dobozra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mi is. Hát 1490 forint még nem nagy összeg egy ilyesmiért. Amúgy egészen jól néz ki. Ezt a másikat is innen elteszem. És akkor jöjjön maga az újság. Most annyira imádom azt, hogy ragasztották ezt a dobozt ide. Tehát véletlenül se lehessen kényelmesen megoldani a dolgot. A, vákum nyilván, a vákumos fólia nyilván nem fogja meg. Nem, muszáj volt ezt az izét így ráerősíteni. Most prób Jó, most sikerült úgy leszedni, hogy ne tegyek benne kárt, na mindegy. Na, jöhet akkor maga az újság, erre vagyok most a leginkább kíváncsi. Maga a borító az nekem eléggé tetszetős, tehát ez a piros színű, feketés, sötét háttér, ez nekem nagyon tetszik, ezekkel a fehér betűkkel, itt ugye az autóval a főszím gyakorlatilag, tehát én azt mondom, hogy egy egyszerű, de egy egészen jól kinéző borítóról van szó. Na, itt is látható a... Ö, ö, tehát első rész az négy... Ó! Csak 1490 lesz. Na! Na, ez már azért némileg pozitívabb dolog, hogy annak ellenére, hogy most infláció van, és ez, ez egy újabb sorozat, csak 1490 lesz egy ilyen ö, ö, szám a kultikus autókra. Emlékszem, hogy olyan 1700 forint volt körülbelül ez, csak 1500. Ö, úgyhogy... Na, ez egy kellemes pozitívum. Na, egy kellemes csalódás. A jármű bemutatása, a kronológia, forma tervezési jellegzetességek. Itt is egy hasonló bevezetőt láthatunk itt, csak szürke hátére, nem pedig pirossal. És itt ugye írnak a gépkocsi típusról típus, egy, igazából egy rövid bevezetőt. Aha, egy szép kis kronológia látható. Hát ugye a kultikus autósorozatban is volt ilyesmi, csak ez sokkal részletgazdagabb gazdagabb és sokkal szebb azért. Nézzük, nézzétek meg, ez, ez gyönyörű. Hát a háttér is gyönyörű, évjárat, mi egyéb más, tehát meg ez a kis csík, ami ugye jelzi az idővonalat, ez is nagyon ötletes, tehát meg az, a, az emblémának az evolúcióját is ezzel megfigyelhetjük, tehát azért ez jó, Na, a kronológia része, az, az nekem nagyon tetszik, tehát ez egy eléggé nagy pozitívum. Itt pedig már kapunk egy illusztrációt. Hát annyi szöveggel nem, mint a ö, kultikus autósorozatban, vagy a régi idők legendás autóiban. Hát itt per három van, de azért eléggé nagy szövegládákba helyezték el a mondani valót. És itt pedig ugye egyes műszaki adatok láthatóak itt, illetve a gyártás, származási hely, mi egyéb más. Na, ez, ez egészen tetszetős. Formaterv és jellegzetességek, szórakozáshoz és üzleti útra. Itt ugye rengeteg minden látható. Itt igazából, ahogy látom, az autónak a történetét írják le. Kétszínű belsejét is láthat egy ilyen apró képecske, meg egy hatalmas nagy kép egy T1-es kisbuszról. És akkor itt is a formaterv, itt azt hiszem a prototípus látható, itt pedig ugye a boldogság furgonya, hűséges és kitartó társ. Itt is ugye az autóról írnak némi történetet, meg néhány apróságot kiemelnek, biztonságos fékek minden értelmében praktikus, és nemzetközi gyártás. Várjunk csak. Ez most csak ennyi volt? Várjunk. Vagy én fogtam ki valami olyat, ami hiányos, hogy tényleg ez csak ennyiből áll? Már ez. Alig lapozok kb. ötöt, és akkor már ennyi is volt az egész? Ö, jól van. Szép maga az újság, jól néz ki, tehát ez a háttér, ez kifejezetten tetszik, de azért én egy picit többet vártam volna, hosszát, ami a hosszát illeti. De ez a háttér ez szerintem nekem nagyon tetszik. De tényleg azért a design az ténylegesen csillogos, tehát most pörgessük át újra, tehát Tényleg igényes, szép megjelenésű, nekem tetszik. Tehát egészen jól néz ki maga az ö, ö, újság. Ö, tehát ö, ö, eléggé rövid maga az újság ezzel, most meglepődtem egy picikét. Nem vagyok megrökenyödve, tehát abszolút nem felháborító, hogy ennyit kapok ennyi pénzért, hanem jó, nyilván nagyon meglepő az, hogy ilyen rövid ez az újság, de tényleg, hát ezt nagyjából negyed óra alatt ki lehet olvasni. Mindegy, mondjuk a sem valami hosszú, negyed óra, hát az még sok is, öt perc inkább. De amit legalább felhasználtak, azt azért szépen kihasználtak. tehát Szinte sehol nincs semmilyen üres terület, tehát mindenhol vagy egy képlátotló, vagy egy szöveg, vagy egy nagyon szép dizájn megoldás, tehát legalább én azt mondom, hogy ezt azért lehet értékelni, tehát ha az újság maga rövid, meglepően rövid, én azt mondom, hogy egészen jóra sikerült, és hát akkor itt is látható maga az autó, hiszen ugye erre vagyunk most kíváncsiak. Nem is tudom, hogy mikor fogtam a kezemben egy 60-as méretarányú autót ilyen dobozban. Mert ugye mostanában vagy ez a blisteres valami van, vagy van a dobozos a Pepco-ban, de akkor kettőt tudsz megvenni 1200 forintért, amiről már nyáron beszéltem, hogy miért egy baromság gyakorlatilag. Na, nézzük is meg, hát ugye ez a Super 9-es Scale Model sorozatból származik, de engem nem vertek át. Ez egy velli, hát ugye ez egy velli autó, de ugyanazzal a dobozfajta kialakítással látható, ö, mint a hagyományos változat. Tehát az oldalát, meg a tetejét lehet látni, ugye a dobozon keresztül. Itt ugye Volkswagen Series itt ki van emelve, és maga a doboz dizájn az eléggé tetszetős. Tehát nem gitses, lényegre törő, mégis igényes aprólékos, szép munka. Itt ugye itt a váltó gomb lenne, de helyett inkább ez a gumikerékbe helyezett földgömb van itt elhelyezve, ahogy itt a csomagolás tetején is. Itt ugye egy csomó leírás látható, ugye a három éves kor alatt nem ajánlott egyetemes jelen látható de azt hiszem, itt már nem látom, hogy három éven fölöknek ajánlják. Most ha hát eltekintünk ezektől a borzamos ragasztó pamacsoktól, ha itt fel is tüntetik ugye az autótípusát, csak ettől a cafadéktól nem látok semmit, megpróbálom ezt most itt leszedni, hogy legalább ezt el tudjuk olvasni, hogy aha, itt ugye a 63-as évjáratú, Volkswagen T egy kis busz látható, és ugye itt van ez a kis matrica, meg ez a kis jelit, ami ugye jelzi azt, hogy a volkswagen megvásárolták a licenszjogokat, hogy veli így ezeket az autókat, tehát amilyen licenszet autó, egy ilyen plakettnek biztosan kell szerepelnie. És hát ugye egy cellux van lerögzítve. hát szerintem még azt a kis slitzert csak én el kell elővennem, mert így le tudom szedni ezt az izét. Szépen leszedem. Na, Hát csak itt tudom kiszedni ezt az izét. Na. Mindjárt kint is van. Na, így, né. Dobozt félre, és hát ugye ebben a kis kartonbetétben van az autó elhelyezve. És itt is a háttérben látható a Super 9-es sorozat név. Na, ugye ezek most nem fognak kelleni. Na, akkor most akkor nézzük is meg magát az autót. Történetmesélés most nem lesz, mert így is 20 perce beszélek, vagyis több mint 20 perce. Uh, úgyhogy egyszerűen nézzük meg magát az autót. Uh, hát ugye egy uh, hatalmas méretelányú veli szinten érdemes ezt nézni, tehát ahhoz képest a fényszorok irányjelzők szépen ki vannak dolgozva, hogy az embléma is. Tehát én azt mondom, hogy rendben van, legalább az ablaktőlőket is kidolgozták. A lökhárító is szép, tehát nem egy ilyen hű, de nagy átütő kidolgozáshez, de mégis velli szempontból rendben van. A színválasztás az nagyon korrekt, mert én láttam sárga-fehérben, kék-fehérben, de szerintem ebben a piros-fehérben néz ki a legjobban ez a jármű. Ugye az ablakokat is szépen kialakították, hát nem nagyon festékes, sőt, vagy, vagy ez inkább csak ilyen festékpor maradék, vagy nem is tudom, hogy ezt úgy mondjam, de legalább szépen kivannak dolgozva. Festékhibát se véljenek rajta felfedezni, amiről hát ugye azt tudjuk, hogy azért a Vellinél hát nem ritka, hogy az ilyesmi elő, előfordul, sőt, tehát elég gyakorinak mondható. Ezeket a kerekeket én nem tudom hova tenni. Tehát én nem értem, hogy ezt a szerű valamit miért nem tudták alkalmazni ezen az autón is, pedig meg annyian ilyen autón láttam már ilyesmit ebben a méreterányban, hogy a 601-es Trabant, Austin FX4-es taxi, Citroen 2CV, a Volkswagen bogár, a Renault 4-es, a Renault 5 a Kispolski, a Sirena 105-ös, a Ford F1-es, és még sorolhatnám, sorolhatnám. Hogy miért, én azt nem tudom, de ezzel sem néz neki rosszul, bár én a dísztárcsás változatnak jobban örültem volna, és hát ugye akkoriban is ilyen krómozott, ötkülős kerékfajta volt azon az autón, és az elég egyedének mondható a Veliné legalábbis ebben a kategóriában, ugyanis ami ötkülős, az inkább ilyen szürke, ha krómozott, akkor az már inkább a hat küllős kategória. Na akkor nézzük is meg akkor az autónak a belterét. Legalább világos valamennyire. Szép maga a kormánykerék, szépen ki van dolgozva. Az ülések is rendben vannak. Műszerfog a futból, túl sok mindent nem látok, pláne hogy ez a szar nem igazán akar ráfókuszálni a kocsira. Na mindegy, most már az aztán kezd jó lenni. Hát ugye a belsét nem festették ki, teljesen rendben van igazából, tehát ekkor a nem szabad olyan szintű kidolgozást várni, mint egy 18 as modellnél, Ö, vagy esetleg lehet, de akkor nem Ö, pár száz forint lenne egy ilyen autónak az ára. Hát az árához képest szerintem a beltér az egészen jól néz ki. Hát nézzük meg az autó hátulját részletesnek részletes, de azért a picit bánt, hogy a féklámpákat nem dolgozták ki külön, de tudom, piros autó ezért nem is gondoltak arra, hogy ki kéne dolgozni. Itt ugye látható az autónak az évjárata, ugye 1963-as Volkswagen T1 busz. Ugye a motort nem látjuk, ami ugye itt hátul helyezkedik el. Egy hajtásláncot láthatunk, tehát elég egyszerű az autónak az alváza igazából. Tehát nem azt mondom, hogy pár száz forint oké, okay, de azért még ebben a kategóriában is láttam részletesebbet. De ettől függetlenül az autó szerintem egészen jól néz ki. Hát kinézett szempontjából szerintem ennyit. Nézzük is meg az autónak a gurulását, hiszen ez egy autó Egészen jó, azt kell, hogy mondjam. Nem olyan, mint egy Hot Wheels, vagy egy Matchbox, de vel well is mércével egészen jó a gurulása, meg a futóműve is egészen jó. Tehát nem húz se balra, se jobbra, ami ugye azért eléggé jellemző szokott lenni a veli autóknál. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez a kis autó egészen jól sikerült, és akkor most ide szépen visszateszem az újságot, és akkor beszélnék is így röviden arról, hogy mi a véleményem erről a sorozatról. Minden esetre jobb, hogy némileg olcsóbb, mint a kultikus autók sorozat. Én megmondom őszintén, azt hittem, hogy drágább lesz, ugye, főleg azért, mert ugye, újság is jár hozzá, meg az is egy hatalmas veli modellekkel dolgozik. másrészt pedig ugye azért koronavírus miatt még mindig infláció van, nem is kicsit. Úgyhogy azt gondoltam, hogy drágább lesz, de nem. Viszont már kezdem megérteni, hogy miért ilyen olcsó, azért már az újság nagyon rövid. És ami még igazából picikét fájó pont az újságra így visszatérve, hogy nincs meg benne az a katalógus, amivel igazából felvázolják a sorozat végéig az összes autót, ami meg fog jelenni, és hogy az mikor várható, és hogy te melyiknél tartasz. Ugye most itt van nálam ez, és most megmutatom, hogy mire is gondolok. Ugye erre, ugye itt láthatóak az autók egytől től 50-ig, ameddig ugye tervezték, meg is van számozva, hogy, és ugye fel is van írva, hogy melyik típus, és hogy mely, mikor jelent meg. Ugye két hetente jelent meg ez is, és ugye még itt fel is írták, hogy ez ez az aktuális, amit te most megvásároltál, és még hátulra is fel van jegyezve az, hogy mi lesz a következő szám. Hát itt ennél sajnos nincsen, pedig ez egy nagyon jó ötlet volt, és én ezt nagyon is díjazom. Úgyhogy ez picit fáj az újsággal kapcsolatban, mert hát a rövidsége az engem ténylegesen megreped, de nagyon durván. Én azt hittem, hogy hosszabb lesz. De ettől függetlenül, amilyen rövid az újság, annyira szépen ki van dolgozva. Meg hát maga az autó is igazából egészen jól sikerült, tehát teljes mértékben rendben van, ahhoz képest, hogy ez egy 1.400-es rányú Valley, és hogy ez lesz 1490 forint, hát picit egy csokalom, de közel tartom annyira túlározottnak, mint a kultikus autók sorozatnál, tehát én azt mondom, hogy jó gondoltam, hogy valamelyest ez egy kultikus autók újra kiadásának számít, de ez már némileg jobb. Tehát sokkal szebb az újság, az ár is barátibb, meg az is egy nagyon nagy baráti húzás szerintem, hogy már kapsz ilyen gyűjtődobozt ingyen. Nem kell előfizetned, megveszed a második számot, kapsz egy ilyet. A 18. számot megveszed, szintén kapsz egy ilyet. Tehát ez egy nagyon jó pont, úgyhogy talán ezt még jobban is a ajánlani nektek, mint a kódikus autós sorozatot annó. Úgyhogy én megveszem a másodikat is, hát ha látok majd ebben a sorozatban némi fantáziát. Hát ennyi lett volna már ez a nagyon hosszú videó, jóval hosszabb lett, mint gondoltam, bár sejtettem, hogy hosszú lesz, de hogy közel fél óra, arra én nem gondoltam. Mindenesetre köszönöm szépen, hogy ezt a videót megnéztétek. Ha tetszett a videó, akkor ezt kérek ne felejtsétek el lájkolni és feliratkozni a csatornára. Én ező voltam, a legközelebbi videóban remélem, hogy találkozni fogunk addig is. Jókor egyetek, sziasztok és további szép napot kívánok mindenkinek!